A Balatonfüredi A-klubban nagyon nagy hagyományai vannak a vitorlás táborozásnak. A bices táborokban a gyerekek Optimist, Lézer Pikó, Eres Feva és Lézer Bahia hajóosztályokat próbálhatnak ki, koruktól, méretüktől függően. A gyerekeket a mi táborainkban 6 éves kortól egészen 14-16 éves korig fogadjuk. Rengeteg visszajáró táborosunk van, akik akár egy nyáron több alkalommal, vagy akár több éven keresztül nálunk táboroznak. Anyukám javasolta ezt, és kipróbálni jöttem ide, és nagyon jó. Már itt voltam 2 éve. Hát, mert egy jó sport. És mert szeretek vitorlázni. Mi általában ezek a gyerekek az Optimist hajóosztályba kezdenek, és onnan szépen tudnak menni a többi hajóosztályhoz, és ki tudják próbálni akár a Pikót, az Eresfevát, ami egy kicsit gyorsabb hajó, jobban oda kell figyelni, viszont sokkal nagyobb élményt tud nyújtani egy-egy gyerkőt számára. A vitorlázásban a legjobb szerintem, amikor suhansz a vitorláshajóval. Nagyon jó. Csak két szeretek a vízbe lenni. Hát a kormányzás. Hát tetszik a legjobban? Aha. A vitorlástábor azért különleges, mert saját bőrükön tapasztalják az elemek veszélyességét, önállóan a természeti elemekkel küzdve és egy új sportágat elsajátítva, hogyan tudják megállni a helyüket. Valamit elvesztesz, például a kormánylapátot, akkor nagyon rossz. És mivel az időjárás egy fontos tényező, ezért nagyon sokféle és sokszínű programmal kell készüljünk. Nagyon jó a kapcsolatunk a vízirendőrséggel, tehát előadásokat tartanak, az élő környezetünkkel, a természettel, a vízzel kapcsolatos múzeumokba tudunk elmenni, gondolok itt a Bodorka, vagy a Limnológiai Intézet, vagy a Levendula ház Tihanyba, és egyéb sportokat is ki tudnak próbálni. Itt a bicen belül lehetőség van a felnőtteknek is megismerkedni a vitorlázással, Lézer Bahia hajóosztályba. Egy felnőtt tábor péntektől vasárnapig tart. Ez gyakorlatilag betudható egy intenzív vitorlás kurzusnak, ahol átmegyünk az elméleten első nap, utána pedig gyakorlatilag 2 nap, 2,5 nap tiszta vitorlázásban van részük. Táboros segítőink az itteni versenyzőkből kerülnek ki. Nekik is egy perspektíva az, hogy ha nem versenyzőként, akkor akár táboros oktatóként, edzőként a továbbiakban is a vitorlázás közelében maradjanak. Én 5 éve a BIC színeiben a vitorlázom versenyszerűen, lézer, radiális lézer standard hajóosztályokban az utóbbi időben, és hát nagyrészt ennek köszönhetően kezdtem el az oktatást, és ezeket a tapasztalatokat felhasználva próbálom átadni a saját tudásomat és a vitorlázás szeretetét a nálunk táborozó gyerekeknek. A szabadidő hasznos eltöltése mellett az egészséges életmódra, egészséges gondolkodásra, sportos életre és az egészségre szeretnénk megtanítani ezeket a gyerekeket.
A mi sportágunk egy nagyon összetett sportág, nevezhetjük technikai sportágnak, mert egy eszközt kell összerakni, karbantartani, beállítani. Nevezhetjük fizikai sportnak, mert állóképesség, erő kell ahhoz, hogy a hajót ki tudjuk ülni, hogy egy erős szélbe a vitorlát be tudjuk húzni. Kell egy nagyon erős mentális állóképesség hozzá, hogy végig tudjuk figyelni a futamot, a versenyt, vagy egy több futamos napon ezek a gyerekek 6-8 órát vannak kint a vízen. Ott a koncentrációt megtartani nem egyszerű, és hát nem utolsó sorban egy szellemi sport, mert maga a taktika az a fejben játszódik le. Fő merítési irány azok a vitorlás táborok, és az onnan kiválasztott tehetségesebb gyerekek, vagy elszántabb gyerekek azok kerülnek a versenyző előkészítő csoportba. Ennek a vitorlás előkészítő programnak a célja kellene legyen az, hogy a finomabb összefüggéseket tanítsuk meg a gyerekeknek, és eljussanak arra a szintre, hogy ne csak a vitorlázást, mint mesterséget ismerjék meg, hanem ebből egy kicsit kiemelkedve a verseny részére is legyenek érdeklődők. Ez a második év gyakorlatilag az első olyan év a gyerekeknek, amikor azért már ténylegesen a versenyvitorlázásról szólhat, nem pedig arról, hogy megtanulják az alapokat, felszerelni a hajót, meg az egész környezettel való ismerkedés, hanem ez már az első lépcsője a versenyzésnek. Amit elméletben megtanultak az első évben, azt ugye a vitorlázás kapcsán és a versenyek kapcsán is kamatoztatni tudják. Már egy kicsit jobban rá is görcsölnek az egészre, hogy hú, ez már ranglista verseny, akkor meg kell mutatnom, ez már második év, úgyhogy itt már van tétje a dolognak, és úgy kicsit komolyabban veszik, igen. Komoly kis barátságok is köttetnek egy ilyen egy-két év alatt, amíg átkerülnek egy másik csapatba, és ez még inkább ide húzza őket. Nagyon sokat számít a közösség. Ezt tapasztalatból is érzem én is, ugye én is itt nevelkedtem, egy 4-5 évet eltöltöttem én is itt optimistásként, és nagyon szerettem. Az A csapatban a cél már mindenképpen világversenyre való kijutás. Idén két egységgel is részt vettünk Európa, illetve világbajnokságon. Négy-öt éve most már egy az OP programunkat egyre építjük, növeljük. Idén most már 30 OP-ssal voltunk a bajnokságon. Mi voltunk a legnépesebb csapat. Én bármelyik szélben szívesen vitorlázok. Úgy gondolom, hogy a nagy szélben most egy kicsit jobban tudtam teljesíteni. De hát ez a versenyben a szép, hogy változatos, és mindenféle szél fúj. Úgyhogy ez itt nagyon jó volt. Hosszú távon gondolkodunk, és talán ez lehet a titok. Csapatba gondolkodunk, az nagyon fontos. Ami a gyerekeknek nagyon sokat segít, hogy látják azt, hogy honnan, hova tudnak eljutni, hogy van olimpikonunk, és talán egyszerűek is lehetnek azok. Ez nekik nagyon nagy motivációt ad. Reméltem, hogy ez benne van a gyerekekben, és nagyon örülök neki, hogy azon túl, hogy sikerült aranyérmeket szerezni, a többiek is nagyon jól szerepeltek. Hát nagyon jó hangulat van, nagyon jó a csapat, szeretjük egymást. És szerintem egy nagyon sikeres csapatot tudunk majd építeni emiatt.
amikor optimistből kiszállnak a fiatalok, mert általában mindenki abban kezdi. Onnantól kezdve bármilyen hajóosztályba ülközünk, a lézer az egyik, ami egy olyan sebesség pluszt ad, egy olyan érzést, ami tovább lendíti őket a vitorlázásban. Komoly koordinációs készségre van szükség a lézerben. Önállóan kell döntéseket hozni, ez nagyon fontos az ember életében, és nem csak itt fog ez megnyilvánulni, hogy egy személyes hajóban egymaga kell, hogy döntsön mindenről, hanem az élete további részében is ez végig fogja kísérni. Az egyik oldal, amit szeretnék erősíteni a gyerekekben, az, hogy a vízen ellenfelek, de a parton egy csapatot kell alkotniuk, és egy olyan csapatot, akik tűzbe mennek egymásért, hajlandóak megtenni bármit a másikért, partot elrúgva viszont ellenfelek lesznek egyből. Balatonfüredi Jakklub egy személyes vonalát úgy lehet leírni, hogy a 4 hetestől a standardig, a kezdő lézerestől az olimpiai felkészülésig mindenki megtalálható. Hazai élsport kiemelkedő alakjai, mint a Vadnai testvérek, 4 hetes osztályban és radiál osztályban is kiemelkedő nemzetközi eredményeket értek el. Ez mindenkinek példa lehet, előre tekintve, hogy hova lehet eljutni áldozatos munkával. Az egy személyes vonalon Érdi Mári és nálunk kezdte a versenyvitorlázást, a lézerezést. Nagyon-nagyon szép eredményeket ért el, már akkor is lehetett rajta látni, hogy milyen tehetség. A 2 személyes hajóosztályban nálunk 2 úton lehet eljutni. Az egyik az a klasszikus módszer, hogy valaki elkezdi az Optimist hajóosztályba CB A csoport, és azt az Optimist hajóosztályt kiröregedve, elhagyva, kinőve kerül a 2 személyes hajóosztályba. Vagy a másik út, a balatonfüredi iskolákkal közösen létrehozott csuli programunkból jut szintén FEVÁ-ba, és FEVÁ-ból 2 személyes hajóosztályba. FEVÁ-ból kiültél, és átülsz egy 29-erbe, akkor először nagyon gyorsan megtanulsz úszni, hajót visszaállítani, és ha megvan hozzá a kellő kondíciód, akkor már egyre inkább tágul az a szélerő határ, amikor tudod uralni a hajót. Elég sportos is tud lenni a vitorlázásnak ezen ága. A 29-er, ami most új lesz Magyarországon, nagyon gyors, ez egy skiff jellegű hajó, a modern vitorlázásnak az előképző hajóosztálya. Szerintem Beatsben nálunk az egyik legnagyobb érték, hogy meg is szeretetjük a vitorlázást a gyerekekkel, amellett, hogy megpróbáljuk a legjobb eredményre sarkalni őket. Korunkban jöttünk át öcsémmel a Viccbe, ami lassan már 10 éve volt, szóval az egész lézeres pályafutásunkat és az egész felnőttkori pályafutásunk az itt zajlódik. 2012-ben viccesként szereztem meg Magyarország első ifjúsági világbajnoki címét, és azután még sok 21-es európai és világbajnoki címet szereztünk öcsémmel. Sok szép pillanatunk volt az itt töltött évek alatt, és az egyik legmeghatározóbb élmény az volt, mikor a Bic által rendezett 4 hetes világbajnokságon
a klubot képviselve hazai vizeken álltam fel a dobogóra. A Bicben kezdtem el én a versenyzést 2012-ben, és akkor ismerkedtem meg a lézerrel. Csomai József volt az edzőm ott. A legelső edzésen, amikor ott vitorláztam, az március végén volt, nagyon hideg volt, és nem a csomesszel mentünk ki, hanem mert ő nem volt ott valamiért, és a Bigi jött ki a lézeresekkel, és az első edzés után, amikor volt megbeszélés, akkor azt mondta, hogy Mári, itt egy csillag született. Az ifjúsági hajóosztályokból, az ifjúsági korosztályból egészen felnőtt mezőnyig jutottunk, és ott sikerült lézer standard hajóosztályban olimpiára menni. Kiutaztunk a Byte világbajnokságra Amerikába, és ott meg sikerült nyernem, ami egyben ifjúsági olimpiai kvalifikációs verseny volt, és igen, ezeket a sikereket értem el, amíg a BIC színeiben vitorláztam. Sok külföldön töltött idő után jó néha hazajönni és meginni egy kávét a klubtársakkal. Amikor a Bicben vitorláztam még, nagyon jó volt, hogy mindig ugyanazokat az arcokat láttam, amikor mentem az edzésekre, és volt egy ilyen csapat, akikkel együtt utaztunk, és most, hogy már olimpiai szinten vitorlázom, ez nincs meg, és ez sokszor hiányzik is, és sokszor vágyódom arra, hogy legyen egy ilyen csapat, akikkel együtt utazom és együtt lakom a versenyeken, mint ahogy a Bicben volt.